Szeretettel köszöntök mindenkit így a tíznapos elvonulásunk majdnem végén, és rengeteg olyan tapasztalat gyűjt össze, amit már használhattok. Az igazi kérdés, hogy valójában mit szeretnétek ezzel a tapasztalattal kezdeni. Nagyon sok olyan tanítást hallunk, hogy te szűnjél meg, csak a világ fontos. Abból meg még többet hallunk, hogy szűnjön már meg a világ, én vagyok a fontos. Mi lenne, hogyha nem szüntetnénk meg egyiket sem. Csak belátnánk mindegyiknek a működését, az egyénét, a világét, a köztelévő összes átmenetét, mint család, csoport, társadalom, civilizáció és egyebek. Mi lenne, hogy amikor érző lényekről beszélünk, akkor magunkat is beleértjük, de nem jobban és nem rosszabbul, mint bárki mást? Mennyire könnyű elfogadni azt, hogy te 1 per 7,3 milliárdnyi humán vagy ezen a bolygón? Nem több, nem kevesebb. Tehát amikor itt ülünk a párnán, és elképesztően próbálunk fókuszálni arra, hogy itt legyünk ebben a pillanatban, valójában mit kezdesz a tapasztalata? Mi lesz belőle? A templomi szabályok úgy szólnak, hogy ha egy kígyó issza -e meg a vizet, akkor a víz méreggé változik. Ha egy tehén issza -e meg a vizet, akkor abból tej lesz. Megiszod a zennek a tiszta vizét. Mi lesz belőle? Ha megnézel egy repülőgépet, azon van nagyon sokféle rendszer, de navigáció és meghajtás nélkül egyik sem egy. Tehát nagyon jó kell tudni az irányt, és jó kell használni ezeket az instrumentumokat, hogy megtaláld a megfelelő koordinátákat, és oda vezesd a gépet, és kell meghajtás. Az összes többi rendszer, ami ezeket szolgálja, azok is szükségesek. De ha nem tudsz felszállni, nem tudod irányítani a gépet, nincs elég üzemanyag, nincsenek meg a megfelelő vezérsíkok a pilótában is, és a repülőgépen is, akkor nem oda jutsz, ahova szeretnél menni. Hányan mondhatjuk el, hogy azt az életet éljük, amit szeretnénk? Hányan mondhatják el magukról azt, hogy olyan kompromisszumokat kötöttem, amelyekkel nem szeretnék együtt élni, de mégis együtt élek? Ez lehet másik ember, emberek, vagy más ember és emberek hiánya. Tehát pontosan mit csinálsz ebből a gyakorlatból, amit itt tapasztalsz? Mert hogy tapasztalsz valamit, az biztos valami más, mint amit odakint. Tehát az igazi működése ennek a templomnak, mint minden zen templomnak eredetileg, hogy tapasztald a tiszta tudatot. Tapasztald igazi önvalód, igazi önvalónkat, azt a lényeget, amely minden jelenségnek a lényege. Ez így. Együtt. Nagyon sokan, főleg itt nyugaton azt gondoljuk, hogy jaj, az én kis önvalóm. Hát végre megvan. Be is teszem a kis szelencénbe, és már megyek is vele, és már csinálok vele valami finomat. Boldogat, hasznosat. Nekem, magamnak. Hát, ha egy picit is gyakoroltál, akkor láthatod, hogy ez nem éppen így megy. Keleten van egy olyan szimbólum, ami egy nagy sárkány, és a sárkány szájában van egy ilyen aranyló labda. Náluk a malac sülteket szokták régebben úgy csinálni, hogy a szájába a citrom. Na hát ez nagyon hasonló, csak malac helyett sárkány, és nem sülve jön ki a konyhából, hanem repül az égen. És néha a templomok ezt a buddha terembe beteszik. A sárkányt, nem a malacot, a sárkányt, ugyanis ez mutatja, hogy törekszel az élet eszenciájának megtapasztalására ezt a kis aranylabdát Yoijunak hívják koreaiul, és aki gyakorol, az ezt az eszenciát keresi. És ez nem csak az életnek az eszenciája, az élet és halál eszenciája, ahogy a sárkány egy mitológikus, gyönyörű, birodalmi állat, de azért nagyon-nagyon tud égetni, harapni, pusztítani, ahogy kincset is fel tud halmozni a barlangjában. Ez emlékeztető arra, hogy mi emberek mindenre képesek vagyunk. Meg tudjuk tapasztalni ezt a lényegiséget, el tudunk veszni a saját gondolatainkban, ebből a földből tudunk mennyországhoz hasonló helyet csinálni, és tudunk pokolhoz hasonló helyet csinálni. Nagyon sokan megkérdeztek, hogy szerinted mi ennek az értelme, hogy ide születünk erre a földre, itt vagyunk viszonylag rövid ideig, Hegyekhez, folyókhoz képest, utána elmegyünk innen. És az igazi kérdés az, hogy milyen értelmet szeretnél neki adni? Hogyan szeretnéd élni az életedet? Milyen célt tűzöl ki? Kikkel akarsz együtt menni? És a Föld egy nagyon érdekes hely, mert elképesztően pontos visszajelzést ad arról, hogy valójában mit csinálsz. Tehát amit mondunk, teszünk, érzünk és gondolunk, az előbb-utóbb egy felületről visszaverődik. Legyen az ember, állat, természet, valamilyen felületről visszajön az egy reflexió, eredmény, visszacsatolás formájában, hogy valójában mit csinálunk. És egy ideig el tudjuk kerülni, de egy idő után nem. És hogyha az ember rájön, hogy a szembenézés az igazi cél, a felébredés az igazi cél, a látás az igazi cél, akkor nem is akarja elkerülni. Akkor már a szemébe néz, a tükörbe néz, a világra néz, és így magára néz. Ez a látás a cél. Amikor azt mondjuk, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, akkor ez az a látó, amely mindegyikben bennünk van. Amely nagyon sok néven neveztetik, még jó néven is, ugye, amit a sárkány meg szeretne kaparintani a hatalmas földi erő feszítésével. De valójában ezen kívül lényegi birtokunk nem lehet. Miért? Mert üres kézzel jövünk és üres kézzel távozunk. Érdekes módon, hogy amivel azonosulunk, azt visszük magunkkal, azt hívjuk énnek, önképnek, egoitásnak, léleknek, elmének. Nagyon sok név van, ezek nem ugyanazok, még csak nem is sokon értelműek néha. De hogy mit hoztál ide le, az az egyik kérdés. Hogy a hátizsákodból, a karmádból mit tudtál kirakni, és mit tudtál betenni, az a következő kérdés. És a harmadik, hogy mit viszel innen magaddal? Mi az, amivel innen távozol? Vannak, akik nagyon nehezen születnek, és könnyen halnak meg. Vannak, akik nagyon könnyedén születnek, és nehezen halnak meg. Valakinek mind a kettő könnyű, vagy nehéz. Te melyikbe tartozol? Szembenéztél-e ezzel a két nagy küszöbbel, ami a születés és a halál? Ha most ott kellene hagynod a testedet, hogy tennéd meg? Mivel kellene szembesülnöd ahhoz, hogy távoz? Mit hoztál magaddal, amikor megszülettél? Mit viszel még abból magaddal? Mi az, amit elveszítettél belőle? Mi az, amit hozzáraktál? Szerencsére egy ilyen nagy lelki leltár az szükségtelen. Miért? Amit az azonosság tudatodban hordozol, az mindig kapcsolatba kerül a világgal. Más emberrel, emberekkel, a környezettel, a munkáddal, a pihenéssel, a boldogsággal, a szomorúsággal mindennel kapcsolatba kerül az, amit te énnek hívsz. Tehát a házi feladat pontról pontra, pillanatról pillanatra mindig hiba nélkül megmutatkozik, csak vegyük észre. Nem kell visszamenni a múltba, nem kell a jövőbe előre gondolkodni. Ami dolgod van, az ebben a pillanatban a te identitásodként, a veled szemben álló identitásokként mind itt vannak. Amivel foglalkozni kell, az a tudatosban és a tudattalamban ebben a pillanatban jelen van. Ez jelenik meg a térben. Ha meglátod, akkor úgy, ha megérzed, akkor úgy, ha megteszed, akkor úgy. A szavak fontosak. Kimondhatunk, artikulálhatunk velük dolgokat, jelenségeket, de önmagukban nem oldanak meg sok mindent. Nézd meg, hogy amikor tényleg a szavakra van szükség, hogy a tudatot bizonyos állapotba hozzuk, hogy az akaratot kivitelezzük, hogy a szándékot beteljesítsük, milyen alkalmakat találunk erre, az esküvések, a fogadalmak, a vállások, azok milyen speciális ceremóniához köthetők azért, hogy akkor a szavaknak százszázalékos értelme foganatja és így teremtő ereje legyen. A gyakorlatunkat nagyon sokféle módon felhasználhatjuk, és az egyik lehetséges módja az, hogy kitisztítsuk azokat a csatornákat, amelyeken a személyiségünk ugye, dolgozik, közlekedik a világgal. A beszédünket, a cselekedetünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket hogy ezek megfelelő módon működjenek, és ha látjuk őket, akkor ez lehetséges. Ha nem látjuk őket, akkor a karmánk ural minket, és akkor a hátizsák sétál, nem te. Pedig úgy tűnik, hogy te mennél és te vinnéd azt a hátizsákot, mert a hátizsákban dörömből az elintézetlenségeknek a hada, és hátulról megfogja a nyakadat, meg befogja a füledet, meg a szemedet, az orrodat. Képzelj el egy ilyen hátizsákot. Szerintem bevezetőnek ennyi elég, és most várok bármiféle kérdést a tisztelt hallgatóságtól, ugye a pillanatban való benne maradás a, cél, és hogyha megjelenik valami, ami egy múltal kapcsolatos emlék, akkor az is a jelennek a része lesz. Ha megjelenik, akkor a része lesz, persze. Szóval, hogy ilyenkor helyén való az, hogy foglalkozunk, illetve meglátjuk, és nem vele megyünk, de hogy meglátni azt a múltbeli szeletet, ami... Persze, hát megjelent. nézd meg, most milyen furcsa lenne az, hogy megjelenik valami ebben a pillanatban, és azt mondod, te valójában a múlt vagy. Te nem is vagy itt. Te nem is vagy jelen. Menjél szépen vissza a múltba, honnan jöttél. Hát ezt sok drámában megpróbálták, de a való világban ez nem megy. És az életben azt kell látni, amit egyébként egy Émán szútra is nagyon komolyan kimond, hogy a múlt, a jelen és a jövő karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ez szó szerint nem így hangzik el. De annak a tanításnak, amely elhangzik, ez az eredménye. Az eredeti szöveg úgy szól, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolódott tudat nem érheti el a felébredést. Ha megfordítod, a másik oldaláról kezdett, hogy a pillanatban 100%-ig jelenlévő tudat, amely nem ragaszkodik a múlt jelen és jövő széttagoltságához, az a felébredett tudat. Tehát látod, hogy ez egy átjárható tengely. Látod azt, Ugye a lineáris idő azért létezik, mert ebbe a testbe születtünk, ezzel az aggyal, ezekkel az érzékszervekkel, ilyen érzelemvilággal, és ez a linearitás mindaddig tart, amíg a születés és halál közötti életben vagyunk. Tehát az idő is és a tér is relatív. És innentől kezdve az idő síkjai egymást áthatják. Ami ebben a pillanatban jelen van, az lehet múlt, jelen és jövő a te tudatod szerint. De az nem tagadható, hogy itt megjelent. Tessék vele foglalkozni, ha kell, de ha nem kell, akkor nehogy foglalkozz velem, akkor ádragad. Úgyhogy a cselekvés vagy nem cselekvés eldöntése, ez egy óriási feladat. Reagáljak vagy nem? Odaforduljak vagy sem? Beavatkozzak vagy sem? Teremtsek vagy sem? Megsemmisítsek-e? Vagy sem. Ahhoz, hogy ezt te spontán világosan önzetlenül eldöntsd, minden embert ugyanúgy fontosnak tartva, magadat nem kivéve, nem alábecsülve, nem, föl, nem fölébecsülve, nem túlértékelve, ahhoz egy nagyon tiszta tudat kell, és egy olyasféle intuíció, amelyet például a kuhan gyakorlat által is kifejleszthetsz. Ugyanis kulcspillanatokban nincs idő gondolkodni. Ha akkor szétesen múltra, jelenre, jövőre, amikor egy minutumban, azonnyomban döntést kell hozni, és ez nagyon sok mindent befolyásol, akkor nem lehet analizálni. Nincs idő leállni. Nem lehet időt kérni. Ha döntöttél, akkor annak van következménye, ha nem döntöttél, annak. Régebben a a szerzetesek, ők, ők így nagyon magányosak is voltak, tehát hogy nem volt egy ilyen nagy gyakorló közösség. Sőt, Biztons? hallani olyanokat, tehát hogy olvasni ilyen történeteket, lehet olvasni ilyen történeteket, amik arról szólnak, hogy akár el is küldik ugye a tanítványokat, vagy a tanítványoknak vágyókat. Na mindegy, nem bonyolítom tovább. Igen, tehát hogy ilyenkor hol marad az összes lénynek való segítés, tehát hogy most egy kicsit összekötöm a darma beszédeket, de hogy, ja. Láttad, hogy milyen tanítványt küldött -e, ha elküldte? Nem. Csak olvastam. <laughs> <laughs> Nagyon sok fiú megkérdezheti tőled, hogy meghívhatlak egy kávéra? Egy teára? Egy mozira? Mindegyiknek igent mondanál? Nem. Tehát akkor elküldesz néhányat. Így van? Hát jó, de ott nem az érzőlényeknek segítésről van. Jaj, de hogy nem. De mennyire? Ők még nem is tudják. Hát nem csak a nagy filmeket hívják vonzásnak és választásnak, ez az emberben benne van. Tehát annyit tudj, hogy vannak remete karmájú gyakorlók, akik egyedül és így a természetben szeretnek tevékenykedni, a minimumra lefokozták az anyag és az érzékszerű létüket, és erről nagyon sok könyvet olvashatsz, már amikor ez az info kijött onnan, mert azért valahogy csak kijött az a tudás, ami a remeténél ott volt, különben nem írhatták volna meg a könyvet. Vannak olyan karmájú szerzetesek, akik nagy templomokban laknak, nagyon sok más szerzetes és világi hívő tanítvány veszi körül. A legillúzió rombolóbb az, amikor rájössz, hogy a karmád nem vészel, csak átalakul. És a legnagyobb reményt pont az adja, amikor azt látod, hogy a karmád az nem vészel, csak átalakítható. Én azt nem mondanám, hogy a szerzetesek ilyenek vagy olyanok. Fogadnak tanítványt vagy sem, magányosan élnek vagy sem, jó emberek vagy sem. Ezt mind-mind esete válogatja. Én a sárkányokról szeretném megkérdezni. A tetőn a sarkoknál olyan cserepek vannak, amin sárkányok vannak. A harangod is sárkány tartja. Kérlek, ezekről beszélj egy kicsit többet. Szerintem a cselép meg a harang nálam sokkal jobb tanító. Tehát amikor a meditációnak itt bent vége, megkérdezed a sárkányt. Ugyan, te miért vagy ott? Vagy itt a harangnál azért az látszik, hogy a sárkány az miért van ott, hiszen úgy tartja a harangot. Ugyanaz az erőfeszítés, ugyanaz a nagyra törés, magasba törés, mint az egyébként a mitikus sárkányoktól, hogy ők földön, vízen, levegőben uraltak mindent. Tehát az a fajta akarat és uralom, ami az emberre jó esetben jellemző. Rossz esetben pedig teljesen visszájára fordul, önpusztító, szétesik, szételemmel szétgondolkodik, nem tudja sem az érzelmeit, a tetteit, a szavait, gondolat, semmit nem tud koordinálni. Tehát a sárkánynak ez a pusztító, kaotikus része is megvan, amikor ugye, mint a légierő, így letarol mindent a lángal a levegőből. tud a tenger mélyére is menni és megtalálni kincseket ott? És van egy barlangja a földön, ahova ugye behordja őket, és ott, ott ül rajtuk, jó kis birtokló ugye, viselkedés. Ugye a sárkány az, az emberi akarat és erőfeszítés szimbóluma, viszont a templomnak a tere, az pedig az a tisztaság, az a felébredett világos tudat jelenléte, amelyre a sárkány tör, amit el akar érni, aminek a szimbóluma a Yoiju, az aranylabdácska a sárkány szájában. Amikor elmondjuk reggel a fogadalmat, és benne van, hogy kerülje el a templomot a szenvedés, a fájdalom, nem tudom pontosan. De ahhoz, hogy megtaláljuk a buddha tudatot, ahhoz az a, hogy úgy kezdünk, hogy ülünk, meditálunk, vagy ülök, meditálok, és akkor telnek a napok, és előbb-utóbb előjön valami, amivel szembe kell néznem, és akkor a szenvedést okoz a nem létező, hogy, hogy megtelik vele a templom, akkor hogyan kerüli el a templomot a szenvedés? Maradjon távol minden baleset és katasztrófa a templomtól. Ez az a mondat, amit szeretnél idézni. A szenvedést az emberek idehozzák. Azért jönnek, mert szenvednek. Azért jönnek, mert valami nincs a helyén. Valami túl kevés, vagy túl sok valamit nem látunk, de ott lüktet bennünk, valami szét akar égetni, és nem tudod kontrollálni. De hogyha nem vigyázunk erre a szenvedésre, és nem tartjuk meg a szabályokat, nem éljük azt a templom életet, amiért létrehoztuk a helyet magát, akkor ebből baleset és katasztrófa lesz. Látszólag teljesen tőled függetlenül. Miért történt ez? Mert valaki nem figyelt. Mert valaki nem gyakorol helyesen mert valaki mást akar, mint amiért ezt az egészet ugye létrehoztuk. Másképp beszél, mint ahogy gondolkodik, másképp cselekszik, mint ahogy érez, stb. Tehát ezt a fogadalmat, menedékvétel és fogadalom, ezt zenmester dolgozta ki, kóriaiul ezt Hengszon hívják. Ezt minden egyes templomban, minden reggel elmondják. Pontosan azért, hogy akik jelen vannak, azok pontosan tudják, hogy miért vannak ott. Mi a helyes hozzáállás? Milyen irányú a helyes gyakorlat? És hogyha te korrekt vagy, akkor arra kéred az univerzumot, hogy tartsa távol a katasztrófát és a balesetet, és a buthák és botiszatvák, valamint minden érző lény segítségével lehetőleg lendüljünk át a nehézségeken, és ne essünk bele a lehetetlenségek szakadékába. Pontosan azért, mert ezeket a célokat az összes érző lényért beleértve saját magunkat is realizálni szeretnénk. És ez a realizáció egy olyan minőségemelkedéssel jár, amelyel tényleg az ember által teremtett szenvedést erről a földről el tudjuk törölni. Jelenleg nem erre mutatnak a tendenciák. Tehát szinte csak ember által teremtett szenvedésekkel foglalkozni jelenleg. Ahhoz, hogy tényleg a születés, öregség, betegség, halál természetesnek mondható eseményeivel foglalkozzunk, ahhoz a háborút, éhénységet, klímaváltozást és egyéb ember által teremtett borzalmakat ezeket meg kéne tudni szüntetni. Ezért a minőségemelkedés, a felébredés, a megvilágosodás itt teljesen egy sófra jár. Nagyon gyorsan, nagyon világosan lefordítható a mindennapi élet működésére, a kapcsolatainkra, az élethelyzetünkre, a munkánkra, mindenre. Az, hogy kevesen látják a kapcsolatot e kettő között, az nem baj. Majd felismerik. Nagyon sok módon lehet az életminőségét javítani, de azt legalábbis a meditációs, gyakorlatot folytatók felismerték, hogy a tudatminőség és az életminősége teljesen összefügg. Ugyanarra a sófra jár. Nagyon szennyezett, nagyon terhelt, dualitásokba szétesett tudat, nagyon szennyezett, nagyon terhelt, nagyon szétesett élet. Ha látsz egy nagyon szennyezett, nagyon terhelt, nagyon szétesett életet, akkor biztos, hogy valamikor a tudat azt megteremtette, hozzájárult, megengedte, rengeteg döntést hozott azért, hogy ez kialakulhatott. És ezért mi tényleg a gyökerénél keressük a dolgok eredetét és megoldását. És ezért nézzünk befelé, és ezért a tudatban keressük azt a fajta utat, amely által a világot jobbá tehetjük, és nem közvetlenül szeretnénk csak filantróp vagy jótékony módon cselekedni. Az egyik legnagyobb jótékonyság az, hogy bárki bejöhet és bárki gyakorolhat. Még volna egy másik kérdésem is a koannal kapcsolatban. Az mi? Nem a koan, hanem amikor bemegyek az interjú szobába, nem maga a odaülök eléd, és felolvasom a kont, és nem hallom, nem értem, nem látom, és arra válaszolnom kellene, és azt Akkor aztán, már meg is oldottad. Aztán kijövök, és akkor kezd el, akkor mennék vissza, és nyitnám meg újra az ajtót, hogy... Hát akkor már gondolkodtál, akkor már minek? Amikor az az áldott pillanat megvan, hogy nem gondolkodtál, használd fel. Ahogy Szunk mester mondta, amikor a nem tudható letisztul, akkor minden tisztán látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, íz lesz, gondolsz, és a többi. Hát egyelőre leülsz a zen tanító elé, és az összes stressz hajlamot kijön. Na ez a kon megoldás, is semmi köze. Az a te karmád. A te karmád apucival, a papbácsival, a tanítóval, a bátyuskával, a különböző himnemű autoritás és egyéb képviselőkkel. Rám vetítheted, de lepattan nagyon gyorsan. Tehát én csak javaslom, hogy ezeket mintet félre, és úgy lásd az előtted lévő tanítót, ahogy van, és akkor felfogod a tanítást. Kettő összefügg. Ha nem fogtad fel a tanítást valamilyen gátlás miatt, akkor biztos, hogy nem úgy látod a tanítót, ahogy van. Igyekszem félretenni. Nagyon jó. Nem sikerül. Sokszor Majd nem fog. sikerül. Fog, jó darabig, jó darabig próbálgatja ezt az ember. Most gondold el, hány életen keresztül, hányféle módon halmoztunk fel negatív karmát a tanító és az ilyesféle figurákkal szemben. Ők se éppen tökéletesek, tehát ők is emberből vannak, és azért néha elég, elég komoly adok-kapok van. Jó? Azt tessék eltenni az útból, ebben a pillanatban tisztán jelen lenni, és akkor a tudat is letisztul. Oké? Okay? a félretevés az elegendő, hogy nézem, és majd egyszer csak félre elmegy? Vagy? Nem, azt a tévét ki is kell tudni kapcsolni. Nem csak nézzük, ki is kapcsoljuk. És a nem tudható gyakorlata a mantrával, a kérdéssel, vagy a térés hangfelfogásával, az szépen kiveszi az energiát abból a műsorszórásból. Ö, szó volt arról, mondtad az elején a, a bevezetőben, hogy hogyan születsz meg, és hogy hogyan halsz meg. Ö, én ezzel így keveset foglalkoztam magával a születéssel, tehát egy elég nehéz születésem volt. És most így megbolygatta az egész fantáziámat, hogy akkor ez, ez akkor miről szól, vagy hogyan nézzem ezt, vagy hogyan nézzek rá, tehát mit kezdjek vele? Úgy, hogy az elmúlt. Tehát a születés ez megtörtént. Megszülettél szerencsére, jó és épp emberi testbe, és tudod az életedet vinni. Az viszont, hogy hogyan születtél meg, az nagyon sokszor az ember tudattalanyában ott van. Amikor anyukák emlékeznek rá, vagy esetleg orvosok hozzátartozók is emlékeznek, akkor elmondják, hogy például te mit csináltál rögtön születés után, vagy az, hogy mennyi ideig vajúdott veled anyuka, vagy milyen komplikációk merültek föl. Ez nagyon jellemző arra a karmára, amit magaddal hoztál. Tehát minden, amit tapasztalunk, az ok és okozat következménye. Innentől kezdve az az állapot, amely a magzati lét teljesen védhetetlen. Tehát ott van, a lélek már kötődik a testhez fogantatást, ott van, már megváltotta a helyjegyet. Kicsit még mászkál a vagomba jobbra-balra, de előbb-utóbb leül, az szépen átmegy a Törzsfejlődés egyes szakaszain. Harmadik trimeszterben már nagyon tudja, hogy itt mi történik, de teljesen védtelen. Anyuka hibázik, apuka hibázik, bármiféle környezeti hatás éri, a magzat akkor átkap, mint ide lacháza. Tehát vigyázzunk. És hozza magával azt a karmát pontosan a születés pillanatába, és a módjába, és a környezetébe, ami a hátizsákjában van, ami a lelkének a, a teljessége ez a fajta sebezhetőség, védtelenség, kiszolgáltatottság, ez a kezdete az életnek. És egy utána sírsz. Mert egyszer ki kell tolni a vizenyőt a tüdőből, el kell kezdeni lélegezni, és ez az első komoly tanítás, hogy ez az élet, ez komoly harc. Minden egyes lélegzetvételért meg kell küzdeni. És utána fordíts le az élet további szakaszaira, további erőfeszítéseire. Úgyhogy a születés az nagyon-nagyon komoly kapu, ahogy a halál is. Nézd meg, hogy bizonyos emberek hogyan távoznak. Álmukban, ébren, fájdalomban, örömben, hajlandóan, resten. Hogyan megyünk el innen? Az is hordozza azt a karmát, amit összegyűjtöttünk itt, vagy letisztítottunk. Olvasd el Szokszán hét egyenes útját. Az a koan azért fontos, mert a tudat megvilágosodása és a halál közti összefüggést nagyon jól elmondja. Arról szól a történet, hogy meghal Szokszán, egy nagy zenmester, aki életében senkinek nem adta át a tant. És mindenki azt gondolta, hogy a gyakorlatvezető és így a szerzetesek vezetője fogja megtartani a darma beszédet a megemlékezési szertartáson. Viszont Kubong, aki fiatal szerzetes volt, és a zenmestert szolgált egész életében, szerzetes életéről van szó, azt mondta, hogy nagymesterünk a hét egyenes utat tanította. Ha meg tudod mondani, hogy ezek mit jelentenek, és felsorolja őket, akkor megtarthatod a dharma beszédet. Ha nem, akkor nem. A szerzetes vezető azt mondta, hét ajtó ugyanabba a szobába, ez számomra nem hihető, mondta Kubong. Ha nem, akkor megmutatom, mondta a szerzetes vezető. Füstölő gyújtott az oltáron, hátralépett, meghajolt, leült, és ahogy a füstölő égett lefelé, ő is eltávozott. Amikor ez megtörtént, akkor a szolgáló odament, kicsit megveregette a hátát, és azt mondta, meghalhatsz ülve, meghalhatsz állva, nincs akadály előtted. De Szokszán zemmester hét egyenes útját még a testen kívül sem tapasztalhatod. Szó szerint úgy szól, hogy álomállapotban sem, de fordítsuk le rendesen. A halál nem megoldás. A halál egy átmenet, ugyanúgy, ahogy a születés. És a tudatnak ez a testhez kötött állapota paradox módon a legjobb arra, hogy felébredjen ezért kell ilyen elképesztő körülmények közé így újra születni ahhoz, hogy a felébredést elérjük. Úgyhogy ez is lehet az elmélkedés tárgya, amikor van egy kis szabadidő, de sok nincs, mert azért elég sok órát meditálunk itt máson, meg éneklünk, meg étkezünk. Jó? Így a darma balesetekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy mondjuk amikor elkezd egy frissen bejövő gyakorolni a templomba, és és az elején még össze-vissza mocorog, meg mászkál a tudata, meg tehát, hogy minden van, és hogy elég akkor az a, az a, szándék, meg az, a, az az irány ahhoz, hogy mondjuk így ne történjen darma, baleset, vagy mm. Lekem ne aggódjál, légy szíves, jó? Jó, én ö, azért... Veled nem történt ilyen darnó az más volt, ami megtörtént a múltban. Nagyon-nagyon jó, hogy itt most gyakorolsz és helyesen csinálod. Szeretném ezt most a legnagyobb biztonsággal elmondani neked. Nem követtél el hibát. Jó, azért kérdezem egyébként, és kár, hogy nem egyeztem, első szemébe kérdeztem, mert hogy nagyon szét vagyok így szórodva, tehát amikor egy órát késő meg ilyenek történnek, akkor hát így elgondolkodom, hogy, hogy így mit csinálok én itt jól vagy rosszul, vagy. vagy úgy de ha elgondolkodsz, akkor egy idő után de... hagyd abba. Tehát hát amikor igen, szóval már eleget gondolkodsz, és nagyom. belátod, akkor ne gondolkodj róla többet, mert az csak ront a helyzeten. Tehát gondolkodás is olyan, mint a felmosóvíz. Annyi kell belőle, amivel a padlót fel tudjuk mosni. Ha túl sok, akkor özönvíz, ha túl kevés, akkor marad a kosz rajta. Nagyon fontos, hogy ne gondolt túl. Láss! És a belátás alapján cselekedj! Jó, és még egyet szeretnék, hogy ráadásul ugye nekem mindig meséltem is, hogy mennek a mantrák a fejembe, de hogy már azok is összefűződtek, és már egyik megy át a másikból, és emiatt, amiket tudtam kívülről, szútrák, már azokat is rosszul énekelem. Tehát, hogy azért is gondolom, hogy. Szóval, hogy nem értem, hogy mi történik. Mantrai tisztnek hívják, a... Zen doktorok nagyon gyorsan gyógyítják, apró kis sebészi beavatkozás, az alapmantrádon kívül mindent levágnak róla. Tehát ez ilyen összefonódó is mentális képződmények, amik az érzelmeid és az érzés így összekapcsolják, és egyszerre négy mantrát is óhajtanál énekelni, de csak egyet lehet, és a többi az a döngicsél, semmi gond. Napi 600 leborulás, és ez megoldja. Jó? Jó volt van még, van még, még mantra probléma? Nincs. Oké, okay, gondoltam. Tehát ez tényleg a tudatot megpörgeti a megfelelő irányba, az energiát lepucolja, és ezeket a felesleges differenciálódásokat eltörli. Tehát ez tényleg működik, és szépen fokozatosan fel tudod dolgozni magad odáig, hogy ez élő tapasztalat legyen. Tehát nem holnap kell ekkorát és ilyet gyakorolni, hanem szépen fokozatosan, és akkor nagyon erős, nagyon tiszta, összeszedett tudatot tudsz tapasztalni, és egy darab mantra nem lesz benne. Aztán megjelenik így, kicsit bekéreckedik az alfa, és akkor azt mondja, szeretnél engem recitálni? És senki más, semmi más. Ilyen is van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Remélem, hogy akkor mindenki a darma útján is balesetmentesen fog közlekedni hogyha megtartod a helyes motivációt, abból helyes irányvétel van, akkor semmiféle önkép oszlopnak nem néz, nem mész neki, semmiféle legyártott önképbe nem szaladsz bele, nem égsz porrá, nem csúszol ki a hatalmas kockázat hajtűkanyaraiban, és akkor tényleg meg tudod szabadítani másokat és magadat egyaránt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!